Meg kell fontolni, hogy mit válaszol, mit kell válaszol, igen. Váratlan kérdés. Fontolni, hogy jól van. Meg szoktam fontolni minden válaszomat, tehát időnk van, én nem kapkodok és nem sietek. Az igazság az, hogy azok közé a politikusok közé tartozom, akik nem szoktak harcolni a médiával. Én azt gondolom, hogy egy politikusnak, ahhoz, hogy a munkáját megértesse a választóival, minden újságíró ellenséges kérdésére, rossz indulatára és jó indulatára is szükség. Én ezek közé, én ebben a politikai iskolában tartozom, és ezt vallom, és ezt gyakorlom. Én nem szoktam harcolni újságírókkal és médiumokkal, gondolom őszintén. De értem, amit a miniszterelnök úr mond, és nem becsülném alá sem az Európai Unió Magyarország érdekérvényesítő képességét, sem Soros György befolyását a magyar közéleti viszonyokra. És azoknak a médiumoknak is a véleményt formáló hatása és ereje, akiknek ő anyagilag adott esetben segítséget vagy támogatást adott. De én harcolni nem szoktam újságírókkal. Furcsa is lenne, hogy a kormányúfon itt állok, és aztán nem harcolok. Tehát nekem nem ez a felfogásom sem is a munkám. Azt mondta, hogy érti a miniszterelnök úr szavait, akkor kérem segítsen, mert annak az interpretációjában, hogy... Igen, de nem vagyok miniszterelnöki szóltár. Igen, azt gondolom, sem hogy... Gond, sem szóltár nem szeretek rá, hogy én segítek. Olvasunk egy hírt az önök honlapján. Ez egyik olyan orgán, aki előszeretettel tűzi Tollahegyére a kormány tevékenységét. Viszont a MÁV azt mondta volna, hogy a migráció miatt kell megszüntetni az érkező vagy képviselőkocsikat a különböző vonalakon. Most azon kívül, hogy ez egy baromság, konkrétan önök is tudják, hogy nem igaz. Azért kell megszüntetni, mert nem kifizetődő. Az, hogy ez részben annak köszönhető, hogy a migráció okozta félbeszakított, illetve nehezebbített utazás is közrejátszik, egyébként sem volt célvezető. Ezzel meg kell küzdeni. Emlékeztetek, hogy a megküzdeni szót használtam a miniszterelnöknek, pedig a harcolni szót, az egy etimológiai értelemben is más. Lesz mit tenni. Amikor a média része primer politikai szereplőnek tekinti magát, akkor azt gondolom, hogy ott van mi ellen küzdeni. Mi azért állunk itt valóban miniszter úrral, hogy kérdéseinkkel válaszoljunk, a szakmai standardoknak és az elvárt együttműködésnek megfelelően történjen. Amikor politikai aktornak képzeli valaki magát az újságírásban, akár a Simicska portfólió, akár a Soros portfólió részeként, akkor politika mezejére lesz. Igen, hát ott befejezni a kérdés, hogy, hát, hogy hogy néz ki ez a küzdelem. Nyugalmat javaslok mindenkinek. Hát, majd el fogjuk mondani a valóságot azzal szemben, amit önök állítanak. Tehát ez egy, a küzdelem ezen nemes része szerintem vállalható. Igen, ez egy politikusi munka. Tehát a Zolinak nincs aktív politikai karrierje, nem választott parlamenti képviselő. De én ezt sztoikus nyugalommal viselem. Tehát én azt gondolom, hogy egy politikusnak ezt jól kell bírni, meg jól kell állnia, és meggyőződésem és megítélésem szerint igen, a jól mondod, az újságírók, ezt nem tudják jobban, egy része legalábbis, akikkel néha találkozom, azoknak van véleménye, és a véleményükkel lehet, hogy számítik is valami befolyásolják a közvélemény, de azt hiszem, hogy a modern újságírás az elmúlt 50%-ban nagyjából erről szól. És ez nem biztos, hogy mindig egyben csak a politikusok számítával, meg helyzetértékelésével, és akkor megküzdünk egymással, hogy kinek visz a nyilvánosság. Én nyertem úgy választást, hogy ördögénél festettek le, és mégis megnyertem a választást, mert a választók pontosan különbséget tudnak tenni, hogy ki van igazuk és ki hazudik. Tehát aki elolvasta, bízunk ezt az olvasóra, mert a választóra én azt tudom mondani. Ezért nem harcolom az újságírókkal, mert nekem nem az újságírókat kell meggyőznöm, hanem a választópolgárokat kell meggyőznöm. Ha tudunk együtt kooperálni, az jó, ha nem, akkor nem. Ez ilyen. Még egy kérdés.